A nemrég bevezetett új menetrend tapasztalatait összegezte az MVK, ahol szükség van rá korrigálnak. Ma van a Föld napja, átfogóbb szemléletformálásra lenne szükség. Online tartották meg a lányok napját az egyetemen, a fiatalokat a műszaki karok női oktatói ösztönözték. Jó estét kívánok! Önök a Miskolc Televízió híradóját látják 2021. április 22-én csütörtökön. 18 óra van, jöjjenek a részletek! Oltópont kijelölését kezdeményezte Jukóvölgyben Varga Andrea alpolgármester. A Városháza közleménye szerint az elmúlt időszakban több jelzés is érkezett az önkormányzathoz, azzal kapcsolatban, hogy a városrészben az elmúlt hetekben növekedett a koronavírusos megbetegedések száma, az oltási hajlandóság pedig meglehetősen alacsony. A területen dolgozó szakemberek szerint ennek legfőbb oka az információhiány, és az, hogy számítógép, illetve internet hiányában még azok is nehezen tudnak regisztrálni, akik szeretnék megkapni az oltást. Veres Pál polgármester az üggyel kapcsolatban Alakszai Zoltán kormány megbízottal egyeztetett. Egyeztettünk arról, hogy milyen módon tudnánk megoldani Jukóvölgyben az oltást. Most adtuk át az orvosi rendelőt Jukóvölgyben, ez alkalmas lehet egy oltópontnak. Jelen pillanatban a szabályozás szerint a regisztráltakat oltatják be. Mi próbáljuk megkeresni azt a megoldást, hogy akár a regisztrációt segítjük, akár valami más elrendezési elv alapján az oltásokat ott megpróbáljuk végrehajtani. Jelen pillanatban még viszonylag kevés a beteg Jukóvölgyben, de félünk attól, hogy abban a környezetben, ha elszabadul a vírus, annak súlyos következményei lesznek. Dolgozunk ezen, és remélem, hogy rövidesen megtaláljuk a megoldást közösen a kormányhivatallal. Várhatóan már pénteken eléri az oltottak száma 3,5 millió főt. Erről a mai kormányinfón számolt be a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely hozzátette, mindezt a belügyminiszter határozattal állapítja majd meg. Ezt követően az újranyitás következő lépcsőfokához érkezünk. Nyithatnak a teraszok, és egy órával kitolódik a kijárási korlátozás kezdete. Mai tudásunk szerint biztosan mondhatjuk, hogy szombaton a teraszok megnyithatnak, a vendéglátóhelyek teraszai végre kinyithatnak. 9:30-ig lehetnek nyitva este, ahogyan az üzletek is, és 11 órára módosul a kijárási tilalom kezdete. Az elmúlt napokban több javaslat, kérés érkezett az utasoktól a Miskolci Közlekedési Társaság felé az április 17-én bevezetett új menetrenddel kapcsolatban. Az MVK valamennyi észrevételt kivizsgál, és igyekszik rugalmasan reagálni a javaslatokra. Tanszüneti és tanulmányi időszakban használt menetrendet is tartalmaz az MVK április 17-én életbe léptetett, módosított közlekedési rendje. Azt, hogy éppen melyik lép életbe, a veszélyhelyzetben alkalmazott korlátozó intézkedések fogják eldönteni. A változtatás óta több visszajelzés is érkezett a közlekedési vállalathoz. A javaslatokat és kéréseket a cég kivizsgálja, és igyekszik rugalmasan reagálni. A híradónk által megkérdezett utasok szerint a változás átláthatóbbá teszi a tömegközlekedést, de egyes járatokon többen vannak. Könnyebben követhető, de sokkal többen vannak. Tegnap orvosnál voltam, fölszálltam a buszra, és dugig volt, tehát úgy kellett keresni helyet. Ez leginkább a 43, 53, 54, 35R vonalakon közlekedő buszokra jellemző. Ezeken a vonalakon szinte egy éve így is duplán közlekednek a műszakos járatok, viszont ha mégis szükséges, rásegítő járatot indítanak. Tudtuk meg a közlekedési társaságtól. Van viszont olyan járat, ahol kevesebb az utas. Alékban utas mi felénk a buszon, a 11-esen, úgyhogy teljesen korrektnek tartom, csak meg kell tanulni közlekedni. Az új menetrend a korábbihoz képest, ami még a szigorúbb korlátozások ideje alatt született, napközben 216 többletjáratot tartalmaz a reggeli és délutáni csúcsidőszakokban. Az autóbuszok viszont csak hajnal 4 és este 11 óra, a villamosok pedig hajnal 3, valamint este 11 között közlekednek. Nekem egyszerű, mert nyugdíjas vagyok, és akkor megyek, amikor
úgy gondolom, hogy na most mindenki már elment. Az MVK ZRT folyamatosan figyeli az utasszámokat. Az április 20-ai adatok például azt mutatják, hogy az átlagos kihasználtság a villamosok esetében 10-20% között mozogtak, viszont a délelőtti és délutáni csúcsidőszakokban egyes járatok esetében a 40-50%-ot is meghaladta a kihasználtság. A buszoknál is ez az időszak a kritikusabb, itt viszont az átlagos utasszám is magasabb értéket mutat. Amit a kihasználtság meghaladja az 50%-ot, a vállalat rásegítő járatokat indít. Ezeket a diagramokat egyébként az MVK a honlapján is közzétette, tehát bárki az utazóközönség közül, aki ezt ugye szakmai szemmel is próbálja nézni, nekik elérhető lesz. A járatok számát az adatok folyamatos figyelése és az utazóközönség észrevételei alapján alakítja ki a társaság. Ahol indokolt és ahol megoldható, legegyszerűbben ott azonnal próbálunk reagálni, illetve egyeztetünk a tulajdonosunkkal is, ugye Miskolcváros önkormányzatával a további lehetőségekről, hogy van-e arra finanszírozási forrás, hogy további plusz járatokat állítsunk a menetrendbe. Az MVK továbbra is azt kéri az utazóktól, hogy a menetrenddel kapcsolatos észrevételüket, véleményüket közvetlenül a cég ügyfélszolgálatának küldjék. Az iroda@mvkzrt.hu e-mail címre. 3,6 milliárd forintos forrás elvonása után újabb lépéssel építi le az önkormányzatok hatásköreit az állam, a Velünk a Város frakció képviselője szerint. Barta György emlékeztetett, március 1-től a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok a kormányhivatalhoz kerültek át, és a jegyző valamennyi jogkörét is megszüntették. A politikus kiemelte, a hulladékudvarokat ingyenesen igénybe vehetik a miskolciak. Az illegális szeméthegyek felszámolására mégis évente milliókat költ a város. Barta György szerint a jogszabálymódosítás után tovább nőnek majd az egyébként is nehéz anyagi helyzetben lévő önkormányzat terhei. A kormányhivatalok beiktatásával az illegálisan A módosított jogszabály az illegális hulladék lerakását vagy eltávolítására 15 napot ad az önkormányzatnak. Ha ez nem teljesül, akkor kiszámlázzák az önkormányzatnak, valamint büntethetővé válik az önkormányzat. A fideszes kormány folyamatosan leépíti az önkormányzatok hatásköreit. Pénz von el tőlük, ebbe illeszkedik ez a jogszabálymódosítás is. Az önkormányzatok nem tudnak tervezni se közép, se hosszú távra így. Feleség, anya, mérnök, kutató. Manapság ezek már nem zárják ki egymást. Ezt vallják a Miskolci Egyetemen dolgozó tanársegéd és oktatónők is, akik ma a műszaki pályát népszerűsítették a fiatal lányok körében. A Campus 9. alkalommal csatlakozott az Országos Lányok Napja elnevezésű kampányhoz. Ezúttal az online térben mutatták meg a fiataloknak, hogy nőként is lehet sikereket elérni, akár a gépészet, akár a földtudomány területén. Látványos bemutató hölgyekkel a főszerepben, egy karon, ahol mára 13%-ot is elérte, a gyengébbik nem aránya. A gépészmérnökök körében még mindig nincs meg a nemek egyensúlya. Ezen szeretnének változtatni a szervezők minden évben, a Lányok Napján. Azért, hogy ne jegyünk meg, hogy ne ilyen gépészeti példákat hozzak és lengés csillapítót az autókból, indítsunk egy egyszerűbbel és a lányoknak is kedvező példával, a húslevessel. A leves főzése ugyanis sok mindenben hasonlít a mechatronikai rendszerekhez, kapitány Pálma szerint, aki már a tanársegédként adja át megszerzett ismereteit. Online előadásával ezúttal kizárólag a lányokhoz szólt. Ez a pálya ugyanis szerinte nőként is szerethető. Szakmailag úgy tartják, hogy a női agy egyszerre több mindenre tud figyelni, a mechatronikai pedig három mérnöki terület kombinációja, úgyhogy szerintem a lányoknak kézenfekvő megoldás, hogy jöjjenek erre a pályára. A mechatronikai tanszéken jelenleg a hallgatók 95%-a férfi, míg néhány épülettel arrébb már egyenlő a nemek aránya. Fontos dolog az, hogy a nők azok nem csak a finom műszerek mögött találják meg ezen a téma területen a
lehetőséget, hanem bizony alkalmasak vagyunk mi arra is, hogy nagyobb gépekkel, vagy éppen nagyobb, nagyértékű berendezésekkel dolgozzunk. Zöld tudomány, zöld jövő címmel kapcsolódott be idén a Lányok Napja programfolyamba a Műszaki Földtudományi Kar. A tanszéken sok nő dolgozik, de ez a szám várhatóan tovább emelkedik majd, hisz ezen a területen egyre több munkatársra lesz szükség. Nőként is, anyaként is azt érzem, hogy fontos nekünk az, hogy a környezetünket megóvjuk, hogy lehetőség szerint jó kondícióban adjuk át a következő generációknak, és gyakorlatilag itt ezzel foglalkozunk, azzal, hogy a víz, a levegő, a talaj az megfelelően felhasználásra kerüljön, és tisztán tudjuk visszabocsátani a környezetbe. Emellett ugye a hulladékgazdálkodás az azt gondolom, hogy ez egy fontos terület, és ez mindig is az lesz. Az egyetem munkatársai úgy látják, még mindig sok középiskolás lány tartózkodik a matematikával és kémiával kapcsolatos tudományoktól. Félelemre azonban semmi okuk. Az anyag mind a szerkezetét meg tudjuk nézni, és az összetételét is, tehát egy kémiai jellemzésre is képes egyidőjűleg ez a berendezés. Egy érdekes munkahely, ahol nincs két egyforma nap. Az anyagtudományi kar 3D laborjában jelenleg több nő is tanul és dolgozik. Bárcsak az interneten keresztül, de ide is bepillantást nyerhettek ma az érdeklődő középiskolás lányok. Jelenleg a karon 33% a lányok aránya. A jelek szerint jól érzik magukat, és van olyan hallgatónk is, most már doktorandusz hallgató, tehát ő már befejezte az egyetemi tanulmányait, aki egy ilyen Lányok Napja rendezvényre jött el, aztán megint jelentkezett hozzánk, és most már a doktori munkáját készíti, tehát hogy ettől abszolút nem kell tartani. A Lányok Napja programba az egyetem valamennyi műszaki kara bekapcsolódott, ahol beiskolázásról, képzésekről és kutatásokról egyaránt szó esett. A szervezők reményei szerint idén ősszel személyes részvétellel is megtarthatják majd az országos rendezvényt. Ma van a Föld Napja. A bolygó védelmére 1970 óta hívja fel a figyelmet a mozgalom világszerte. A környezettudatos életmódra nevelést pedig nem lehet elég korán kezdeni. Miskolc például a szelektív hulladékgyűjtés tekintetében már sokat lépett előre az elmúlt években, de egy általunk megkérdezett szakember szerint átfogóbb szemléletformálásra lenne szükség. Tedd bele ügyesen! Úgy, hozz egy lapát! Virágot ültetnek ebben a miskolci óvodában. Az ültetés mellett különböző interaktív feladatokkal is készültek az óvónénik. Így a kicsik kreatív módon tanulhatták meg többek között a szelektív hulladékgyűjtés szabályait is. A sárgába kell a műanyagot, a kékbe a papír, a zöldbe a színes üveget, a fehérbe a fehér üveget. Ebben az óvodában különösen fontosnak tartják, hogy már egészen kiskorukban környezettudatosságra neveljék a gyerekeket. Kirándulások szervezésével, faültetéssel és játékos foglalkozásokkal tanítják őket. Igyekszünk projektmódszerrel dolgozni, ami azt jelenti, hogy minden oldalról megközelítjük azt a témakört, amivel éppen foglalkozunk. Most a mai nap a Föld Napja, illetve egész héten ezzel foglalkoztak a gyermekek, illetve minden ilyen jeles napot meg szoktunk tartani. Nemrég volt a víz napja, megtartjuk a madarak napját, fák napját, virágok napját, tehát minden olyat, ami a földdel kapcsolatos. Autóabroncsból készült virágágyás vagy libikóka, műanyag flakonokból függő virágtartó, kinőtt gumicsizmából vízelvezető, vagy akár egy régi kádból kerti dísz. Csak pár ötlet. Az újrafelhasználás csak kreativitás kérdése. A visszagyűjtésünk az nagyon jól tud működni, tehát hogy a lakosoknak a felajánlásainak a száma az egyre növekszik. Folyamatosan nő a felajánlások száma a Mirehu Kft. Újrahasználati központjában. Ide bárki leadhatja megunt, vagy még használható állapotban lévő tárgyait, amelyeket később új gazdáik kreatívan felhasználhatnak majd. A cég ügyvezetője szerint körülbelül 20 000 tárgyat sikerült megmenteniük éves szinten attól, hogy a hulladékudvarban végezze. Tehát, hogyha összeadjuk a számokat, akkor Miskolcon a zöld, illetve a csomagolási hulladék az már 15 kg per fő per év. Ezek az adatok pedig már a szelektív hulladékgyűjtésre vonatkoznak. Ladányi Roland szerint már nem csak a családi házban élők, de a társasházak lakói is jobban odafigyelnek a környezettudatos hulladékgyűjtésre.
Ma azt látjuk, hogy ez a szeletgyűjtés folyamatosan fejlődik, még napjainkban is. Folyamatosan vizsgáljuk a visszagyűjtött mennyiségeket. Az látszódik, hogyha közelmúltba visszanézünk, hogy 2018-hoz képest 2020-ra is 50%-kal növekedett meg a visszagyűjtött szelektív anyagoknak, csomagolási adagoknak a mennyisége, ami egy hatalmas szám az ugrás tekintetében. A szelektív hulladékgyűjtés azonban csak egy része a környezettudatos életmódnak. Ahol lehet a gyalogos vagy kerékpáros közlekedésre át kell váltani, a közösségi közlekedésre. A légszennyezettség például ezekkel az apró lépésekkel is csökkenthető lenne, a Zöld Kapcsolat Egyesület elnöke szerint. F. Nagy Zsuzsanna több mint 30 éve foglalkozik Miskolcon a környezettudatossággal. Tapasztalatai szerint évről évre nő az érdeklődés, főleg a fiatalok körében. Talán az érdeklődés és a fontosság elismerése megtörtént, mind a lakosság, mind a gazdasági szereplők, mind a önkormányzat részéről. Azonban rengeteg csapdahelyzet van, azt látjuk, ami miatt tulajdonképpen megmegreked, és talán még rosszabb is a helyzet, mint volt. Tehát a Földnapja több mint 50 éve induló mozgalom volt, elvileg ennyi idő alatt már sok mindent helyre lehetett volna hozni. Az elnök szerint ahhoz, hogy valódi előrelépés történjen, átfogóbb szemléletformálásra lenne szükség. Gyászol a miskolci sportélet. Hosszantartó betegségben elhunyt Gyurkota József, aki bocsa sportágban több paralimpián is képviselte a magyar színeket. A Miskolci Akarat Sportegyesület versenyzője 2000-ben kezdett el sportágával foglalkozni, és 4 év múlva az aténi ötkarikás játékokon párosban egy bronzéremmel nyitotta pályafutását. A miskolci versenyző 2005-ben megnyerte az Európa-bajnokságot, majd 2006-ban szintén párosban már világbajnoki ezüstérem került a nyakába. Gyurkota József a 2009-es kontinens versenyen is a dobogó 3. fokáig jutott párjával, majd 2013-ban újra párosban lett Európa-bajnoki ezüstérmes. Gyurkota József 37 éves volt. Újabb győzelmet könyvelhetett el, ezúttal a 2. helyen álló Puskás Akadémia csapatát győzte le a DVTK. A labdarúgó élvonal 30. fordulójában a miskolci piros-fehérek szerezték meg a vezetést, de a 2. fél időben a vendégek egyenlíteni tudtak. Ám a bajnoki utolsó akciójából Molnár Gábor nagyon értékes 3 ponthoz segítette csapatát. Újabb győzelmével hosszú idő után elmozdult az utolsó pozícióból a csapat. A két csapat eddigi szereplése okán a fehérmezes vendégegyüttes volt az esélyesebb a 3 pont begyűjtésére a hétközi fordulóban, de a Budafok otthonában mutatott diósgyőri teljesítmény megismétlése akár egy újabb sikert jelenthetett volna. Minden esetre 2 ígéretes zicserrel indította a győzelmi kényszerben játszott bajnokiát a DVTK, aktívabb is volt az ellenfelénél Zorán Zekic vezetőedző együttese, ami a 22. percben góllá érett. Grozáv tört be labdával a büntető területre, majd a hozzá Vanacsektől visszapattanó labdát ballal a hosszú sarokba lőtte. 1-0. A középkezdés után rögtön növelhette volna előnyét a házigazda, de Grigics lövésében nem volt elég erő. A félidő felénél Vanacsek előtt egy még nagyobb zicser adódott, egy fehérmezes gyűrűben is kapura fordult a labdával a csatár, de ebből sem lett gól. Mint ahogyan a 44. percben ebből a vendég lehetőségből sem, ugyanis Malenica kapus magabiztosan dolgozott. A 75. percben Urblik is feliratkozott az életük gólját a DVTK stadionban megszerzők listájára, a védhetetlen lövéssel 1-1 lett az állás. A 84. percben bár Drazsics nem találta jól a labdát, de ez is egy komoly lehetőség volt, csak úgy, mint 1 perc elteltével Ivanovszki esetében is, de maradt az 1-1. Már a hosszabbításban járt a szerdai bajnoki, amikor nagyon nagy lehetőséget rontott el a vendégcsapat, de volt még 1 akció a mérkőzésen. Drazsics ívelte át a hosszú oldalra a labdát, amire tökéletesen érkezett a csereként szereplő Molnár, és győztes góllal segítette csapatát. DVTK Puskás Akadémia 2-1. Egyetértek ezzel, de leginkább azt emelném ki, hogy nyugodtabbak voltunk a labdás játékunkat tekintve, éppen ezért pedig többet is bírtunk
birtokoltuk a labdát, több emberrel tudtuk befejezni akcióinkat. Ezt láttam ma a mérkőzés kulcsának. Értékelt a hazai szakvezető, aki hozzátette még, nagyon fontos lesz a folytatásban, hogy legyen ereje a csapatnak továbbra is saját játékát játszani. Mindjárt szombaton a következő bajnoki fordulóban a Kisvárda otthonában. A DVTK Puskás Akadémia elleni győzelmét híradunk után 20 óra 25 perces kezdéssel nézhetik végig a Miskolc televízióban. Megérkezett a hidegfront, a híd hátralévő részében is szükség lesz az esernyőkre. A részletekről bővebben az időjárás jelentésben hallhatnak. Híreinket, riportjainkat visszanézhetik a minap.hu. További tartalmakért pedig kövessenek minket a Facebookon és az Instagramon is. Híradóval legközelebb pénteken jelentkezünk. Tartsanak velünk a továbbiakban is, hamarosan kezdődik a promenád. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, további szép estét és jó tévézést kívánok. Viszontlátásra!